Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy sorsdöntő változás. Ennél a jóslásnál megtekintjük azt, hogy mi vár rád egy hónapon belül. Itt alul a képek mutatják az, ami most történik veled, a jelenlegi helyzetedet. Itt középen ez a három kártya arra utal, mi történik 2 hét múlva, és itt felül ez a 2 kártya azt jelenti, mi történik 4 héten belül. És először megnézzük a te jelenlegi helyzetedet. Itt látható, hogy valaki játszadozik veled, hiszen ez olyan, mint egy báb színház, és valaki megpróbál téged manipulálni. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy mindig odafigyelsz arra, hogy mások mit várnak el tőled, és mindig alkalmazkodsz a körülményekhez. De figyelj oda a környezetedre, hiszen itt valaki maszkot visel, 2 arca van, és nem becsületes veled szemben. Itt az ördög is látható, tehát hamis személy van a környezetedben, aki megpróbál kihasználni téged. Ez az ördög azt is jelentheti, hogy vannak nálad negatív gondolatok, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi, ezt nem érdemlem meg, vagy vannak negatív érzelmek, félelmek, vagy bizonytalanságok, és akkor át kell gondolni mindent, hogy változzon valami a környezetedben. És itt lesznek változások, hiszen itt látható az, hogy lesz közeledés, egy új kezdet a párkapcsolatot illetően, megkapod az igazságot, mivel itt megjelenik a nap szimbóluma is, akkor az azt jelenti, hogy átlátsz a dolgokon, kiderül az igazság. Mi történik 2 hét múlva? Itt elfoglalod a helyedet az életben. Ez lehet a hivatás, a lakhelyed, vagy ez a párkapcsolat, és látható, hogy figyeled a dolgokat, nagyon magabiztos vagy. Ami őt illet, itt valaki figyelgeti őt, hogy hogy játszik az élet színpadán. Ez utalhat a munkájára, és mások kíváncsiak arra, hogy mit, hogyan tervez. Itt a képen ugyan 2 férfi látható a háttérben, akik figyelik őt, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, lehet egy nő is, vagy az ex-társnője, vagy az anyukája, lehet egy kolléganő, ismerős, de valaki figyeli őt. Ez számára egy kihívás, hiszen itt látható, hogy védi magát, harcol a jogaiért, és ami még fontos ennél a képnél, ami nem velük áll összefüggésben, hanem veled, hogy itt meg lesz a biztonság érzete, itt kiépül valami, itt kivirágzik valami 2-tök között. Tehát egy stabil párkapcsolat várható itt. És mi történik 4 hét múlva? Ez az udvari bolond utal egy új kezdetre. Itt megvannak a tervek, de nem tudja, hogyan tovább. Mi várható akkor, ha ő cselekedni fog? Ezt nem lehet még tudni, hiszen minden olyan bizonytalannak tűnik. De lesz közeledés, hiszen itt látható ez a férfi, és csodál téged, te itt vagy, ezen a szigeten figyel téged, és ez a sziget számára egy álom, egy elképzelés. És te
ott vagy ebben az álomban, itt középen, és feléd nyújtja a karját, tehát lesz itt egy közeledés, találkozás, itt kialakul, kiépül egy tartós párkapcsolat, és pontosan ez az ő terve. Hogy hogyan valósítja ezt meg, ő még kicsit bizonytalan, de a jó kedvvel közeledik hozzád. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!